Érdekes posztba futottam, fogalmam sincsen, hogy hol, de ez annyira nagyon tetszett, és már most elnézést kérek, hogy vulgárisan beszélek, és ez szerint, nem ez szerint, valaki szerint ez nem önazonos, vagy nem hiteltelenít ez engem, hogyha vulgárisan beszélek, vagy ilyesmit mondok, hogy lerúgom a fejed. Nazó, milyen szép, hogy meghatározza valaki, hogy én ki vagyok, az alapján, hogy milyen szavakat használok. Nőnek lenni manapság kibaszott nehéz. Nincs melled? Operáltas magadnak. Nagy melleid vannak? Takar le őket, mert túl szexuális vagy. Nincs feneked? Mindenki röhögni fog rajtad, kezdj el edzeni. Szép feneked van? Inkább takargasd, mert nem akarod, hogy a feneked miatt nézegessenek. Alacsony vagy? Hord mindenképp magas sarkút. Magas vagy? Nem jó, ha magasabb vagy a pasidnál. Túl szikár vagy? Picit próbálj hízni, senki nem akar egy deszkával lenni, aki nincs mit fogni. Picit húsibb vagy? Senki nem szereti a kövérnőket. Szeretsz sminket viselni? Atyaék, nem viselsz sminket? Légy szín, legyél már igényes. És akkor ezzel így el is mondtam. Minden oximoront, ami így a lányokat illeti, és jön a társadalmunk felől, ami azért bőven férfi alapú elvárás sokkal van, mármint, hogy férfiak által megfogalmazott. Tök érdekes, mert hogy tolmácsoltam egy tanfolyamon, ami a szépségről szólt. És igazából ott is felmerült ez, hogy mekkora darab vagy, hogy nézel ki az a hölgy, aki vezette, egy amerikai hölgy, ez a klasszikus, nagyon nagy darab, de magasságban is, széltében is, elképesztően sok sminket visel, szépen kis sminkelve, ekkora műszempillákkal, hajhosszabbítással, és gyönyörű. És nem néz ki műnek, csak egyszerűen látod, hogy itt-ott azért van kis rásegítés. És láttam tőle aztán egy bejelentkezést, ahol viszont reggel csupasz arca, kicsit meglepődtem, hogy nincsen szemöldökese körülbelül, de azon is gyönyörű. És egyszerűen azért, mert hogy önazonos volt. És egyébként így tökre nem stílus. Tehát, hogyha megnézem, akkor most így túl magas, nagy darab, nagyon sminkkel, nagy kerekfenékkel, a mellére nem emlékszem, mert azt annyira nem néztem meg, de hát, hogyha testalkatából kiindulok, valószínű, az se volt kicsi. Minden csak nem egy ideális, de úgy viselte magát. És annyira rendben volt a saját bőrében, hogy szerintem egy sima póló, papucs, farmer nadrágban, ha végig sétált volna az utcán, és így az embereknek itt csorgott volna a nyála utának, és még a nők is megfordultak volna, mert ő úgy meg, és most direkt mondom, így meg volt jelenbe. Így ott, és a jelenléte ott volt, és egyszerűen a lénye ragyogott át. És tök izgalmas, hogy ott van ez a rengeteg kritérium, hogy milyennek kell lenned, de közben mennyivel többet számít az, hogy mit sugárzol magadról, meg úgy kifele.